Egy évvel ezelőtt szűk körben tudtunk megemlékezni 48-as forradalmárokról, és akkor azt hittük, azt reméltük, hittem, hogy a mai napon már egy nagyobb tömeggel tudjuk ezt a nemzeti ünnepünket közösen megünnepelni. Sajnos a sors úgy hozta, a járványhelyzet úgy hozta, hogy ezt nem tehetjük meg közösen, és a sors ellen menni azt gondolom nem szabad. 1848. március 15-én arra volt szüksége ennek az országnak, ennek a népnek, hogy fiataljaink, forradalmáraink az utcára vonuljanak, így téve hitet, szabadságunk, önállóságunk, nemzeti megmaradásunk mellett. Szembenéztek Európával, tették ezt magukért és értünk. Furcsa fintora az életnek, hogy nekünk ma épp az ellenkezőjét kell cselekednünk. Ma az otthonmaradással, a fegyelmezett magatartással tehetünk legtöbbet magunkért és másokért. Meg kell értenünk, hogy ma másféle harcot kell vívnunk, másféle küzdelemben kell helytállnunk. A hazának 1848-ban a márciusi ifjak forradalmiasságára volt szüksége. Ma a hazánk ránk, a hazának ránk van szüksége. Ránk akar építeni, belőlünk szeretne építkezni. Életerős, egészséges magyarokból. 1848-ban bíztak egymásban nemzetünk tagjai, csak így érhettek el dicső, világra szóló eredményt. Erre az egymás iránti bizalomra ma is óriási szükség van. Bizalom, kitartás, példamutatás, fegyelmezettség. Ezeket a 48-ban is megtapasztaltakat kell örökségként megfogadnunk, és átadni gyermekeinknek, unokáinknak. Tisztelet 48 hőseinek, és tisztelet a mai hősöknek, az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, szociális gondozóknak, pedagógusoknak, rendvédelmi szerveknek, hivatalnokoknak. Tisztelet 48 és a mai hősöknek.